Botrány az operetben. Már ahogy érkezik, az egy fogalom. Kicsit délrel, durral, perelve világgal, az öltözőbe érve egy kicsit megenyhül. A tükörbe nézve magától megrendül. Hogy az Úristen így túllőtt a célon. No, ez egy kicsit mellé ment, túlment a határon. Az öltöztető már a kávét hozza, másik végszavazik, s nyakát masszírozza. Irány a fodrászat, pepiragasztás, púdervakolat, ránctalanítás. Szájról szájra jár fülbesúgós pletyka, a bombiván úrnak ma nincsen jó napja. Primadonnáéknál is ez a helyzet. Hiszti csapkodás, a kritika nem tetszett. Hercegnő, színpadra a nagy jelenet, a hangos bemondó megadja a jelet. Áll már a dráma, lassan vér is folyik, ám jön a megmentő, s karjaiba omlik. Daloló hegedők, szárnyaló dallam, a forró csók előtt még egy magas C van. Cifra primadonna, délceg bombiván, száját nagyra nyitja, mint a fogorvosnál. Ám de mi ez? Botrány, skandallum! A bombiván torkába most a hang beszorul. Gyorsan le a függönyt, mentőt, ápolót, allergiás roham, tűzoltót, orvost. A bombiván úrnak tüdeje zihál. Olajos halszag van. A szíve majdnem megáll. Fürge jegyszedők, műszak öltöztetők sorról sorra járnak döbbent nézők között. Keresik a bűnöst, pedig bűntelen, halszakforrást lelni szinte reménytelen. Függöny mögül jajdul újra a bombiván, elérte őt újabb olajos szakfoszlány. Jó szimató fiú azon melegében, forró nyomon járva botlik a bűnösbe. Nagy Jani bácsi, nyugdíjas tűzoltó, halat vacsorázó, csendben szundikáló, épp most böffent is, és horkant is egy kicsit, álmában bombiván is deli vitézt játszik. Milyen jó is itt. Fél homály és meleg. A vacsora halacska visszaköszönget. Az előadás ma már nem folytatható. A holnapi műsor ingyen látogatható. Bulvár újságok és a komoly lapok főoldalon hozzák ezt a skandallumot. A színház pénztáránál áll az öles plakát, az előadás előtt egy nappal olajos halat fogyasztani tilos! Ki halszagot böfög vagy halszagú egyén, az előadást veszélyeztetvén 8 napi elzárásra büntetendő, 8 napig olajos hallal etetendő.